A kórházak csak nem 60 milliárd forintnyi lejárt tartozását fizeti ki az állam. Az állami intézmények a héten az egyházi és részben állami tulajdonúak néhány napon belül kapják meg az összeget. Bejelentették azt is, jelentősen csökkenhetnek a nagyműtétek várakozási idői, miután elfogadta a kormány a várólista csökkentési program tényleges szabályairól is szóló kormányrendeletet. Nem csak a betegek, a kórházak is bajban voltak az utóbbi időben. Több 10 milliárd forintnyi tartozást halmoztak fel ugyanis a beszállítóik felé, amelyek közül egyesek azzal fenyegették a kórházakat, hogy leállítják a szállítást. Úgy tűnik ez a gond most megoldódott. Minden március 31-én fennálló lejárt tartozását az állam átvállalta és kifizette. Az állami fenntartású 99 kórháznak már átutalták a konszolidációs támogatást. A fővárosi Honvéd kórház pénteken kapja meg a pénzt, a többi intézmény a jövő héten jut hozzá. Ahogy megérkezik a számlájukra a pénz, azonnal utalhatják tovább a beszállítóiknak. Az összes lejárt követelésre van forrás. Tehát ez azt is jelenti, hogy egységes eljárás alapján, egységes elbírálás mentén minden követelést ki lehet elégíteni. Hetekig tárgyaltak az intézményekkel, 194 ezer számlatételt néztek át, nem véletlenül. Egy csomó esetben nem stimmeltek az adatok, a kórházak és a beszállítók által leadott adatok, tehát ezeket ki kellett tisztázni. Voltak olyan esetek, amikor olyan plusz követelésekkel álltak elő bizonyos beszállítók, amelyek utólag nem váltak ki. Tehát nem lettek indokoltak. Az államtitkár szerint bár kevesebb pénz van a rendszerben, mint kellene, a jövőben is ki tudják egészíteni az intézmények kereteit. A cél az, hogy a kórházak adósság növekedése megálljon, de a kórházaknak is fegyelmezetten kell gazdálkodniuk, tette hozzá. A Kórházszövetség elnöke híradónak azt mondta, örülnek a pluszpénznek, a gazdálkodásukon azonban már nem nagyon tudnak sokat javítani. Akár a központi közbeszerzésekkel, akár nyilvánvaló a menedzsment kontroll, illetve struktúra átalakítással is mindig van tovább lépési esélyünk, de jelen pillanatban olyan erős kontroll alatt vannak a fenntartó által az intézmények, hogy azt hiszem, hogy minden adat hozzáférhető. Zombor Gábor azt is bejelentette, jelentősen csökkenhetnek a nagy műtétek várakozási idői, miután elfogadta a kormány a várólista csökkentési program tényleges szabályairól is szóló kormányrendeletet.